Szevasztok, odahaza. Odahaza. Mire ezt megnézi valaki, már mi is otthon vagyunk. Maradjunk annyiban. Szlovákiában vagyunk. Szemben a túlparton éppen, hogy csak elhagytuk Nyergesújfalut. Most találtuk meg a töltésen a bringa utat. Már innentől kezdve lényegében pozsonyi bringa úton haladunk, és jó minőségben, leszámítva a viszonylag hideg és szeles időt. A szél természetesen szembe fúj, hát ezt mondanom se kell, de mi bírjuk, mi mindent kibírunk. Megálltunk egy bringás parkolóban, ami tulajdonképpen így néz ki. Egy gyönyörű bringa út mentén. Árnyékot ad, ha kell. Ki lehet kötözni a brinyókat. Tájékoztató tábla hozzá. Szépség hibája, hogy itt van egy ilyen disznóhízlalda mellette. Aztán a háttérben egy szeméttelep. És most haladt el egy trágyaszállító autó. De ez még semmi ahhoz képest, hogyha közelebb megyünk, megnézzük, hogy itt azért igen keményen utálják a turistákat bizonyos állatfajok. Az igazság, hogy itt nem nagyon szoktak a turisták sokat időzni. Ez így konkrétan emberek tele van darázssal és készülő darázssal. Nagyon jól el vannak ott. Most lehet, hogy ebédidő van, azért ilyen nyugisak. Otthon van mindenki. Egy viszont biztos, hogy én nem sokat maradok. Tehát ezt az egyet tudom. Majdnem leültünk. Sőt, hova tovább lefeküdtünk volna a padra. Kicsit szusszanni. Igaz, Geri úr? Igen, de hát mivel a Gerit nagyon szeretik a darazsak otthon Magyarországon, nem mertük megkockáztatni, hogy a szlovák darázs is hasonlóképpen érez-e iránta. Valószínűleg igen. Úgyhogy ezt így most kihagyjuk, ezen a bringa úton tovább haladnánk. Egyébként majdnem Komáromban vagyunk. Ha valakit esetleg érdekel ez a dolog. És a szlovák oldalon. És a szlovák oldalon, itt lehet közlekedni, mert itt van olyan minőségű aszfalt, amin lehet gurulni is. Tulajdonostól egy vendéglőben. Úgyhogy a sátrat föl is állítottuk. Megvan a helye a tiák mögött. Akkor megyünk innen, amikor akarunk. Még vacsorát is kaptunk. Fantasztikus. Arra pörkölve veszünk. Úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve. Mindenkinek merem ajánlani. Thank you.
Nem hiszem. Gyere! Gyere, kalap! Simán leveszi a kezemről. Állok a sási karapba, hely! Elvette? Aha. Simán, meg? Ez egy fantasztikus kis öböl itt. Meg is mutatom, amennyire lehet. Teljesen áll a víz ebben az öbölben. Van egy mesterséges, hát nem tudom, mólógát, akármicsoda. Majd valami szakember kijavít. Ami ide benyúlik, és lényegében megkerül itt a víz a ezt a létesítményt, és a mögötte lévő rész az teljességében áll. Ott kívül meg mögötte folyik a Duna, ezerrel. Igen, rosszul törtem. Igen? Igen. Kösz. Véletlenül a feleségről. Na, felébe.
Igazából nem az út végén vagyunk, hanem azon a legmagasabb ponton, ami az útunk során létezhetett. Magyarország fölé kerekedtünk, immáron. Ha jól számolom, akkor 71 méterrel magasabban vagyunk, mint a Kékestető. És azért meg lehet nézni mögöttem, hogy mi az az Alpok. Mi vagyunk magasabban igazából, mint Magyarország bármelyik pontja. És azért még fölén kerekedik legalább 1500 méterrel egy-két hegycsúcs. Úgyhogy nagyon kemény. A GPS adatok alapján most 1085 méteren vagyunk tengerszint felett. Kőkemény volt, mert körülbelül 18-19%-os emelkedők biztos, hogy voltak. Nem néztük pontosan meg, de az érzésünk azért az megvan, sok hegyet megvásztunk. Nagyon kemény volt, megtornáztatja azért ez a környék a bringásokat. Ha jól tudom, és remélem jól tudom, hogy úgy kell kiejteni, hogy Bad Gastein, akkor ott vagyunk. Tehát erre nem esküszöm meg, mert a német tudásom az nem mondhatnám, hogy olyan nagyon-nagyon jó lenne. Mindenesetre itt vagyunk és örülünk neki. Így néz ki ez a környék, innen már csak lefelé gurulunk, aztán irány a tenger. Ez lesz a kaja. Most. Ugye nem mindig ez a kaja, csak azért mondom. Elkészült a baby papi. Nem baby papi. Nem baby papi? Nem. De minden esetre milyen lett? Finom. Finom? Good. A méltán elhíresült milleniumi vasútvonal helyére épült kerékpárúton vagyunk. Nagyon sokan emlegették már otthon Magyarországon, illetve a világon rengetegen tudják, hogy ez létezik, és nagyon népszerű is. Mi most elkezdtünk menni rajta, a háttérben látszik is egy volt állomás épület. Tarvízion vagyunk igazából. Ezen fogunk levonulni egész a tengeri grádóig. Úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy tényleg olyan-e, ami ennek emlegetik. A végén majd elmesélem. De jól megcsinálták itt ezt a... Igen, oda ment át a vonat. Az ott az állomásépület. Itt volt egy, gondolom, egy vasúti átjáró, hát miért ne lett volna. És itt pedig csináltak egy ilyen csodálatos helyet, ahol megpihenhetnek a fáradt bringások.
azért van néhány szakasz, amit megszakítottak. Feltételezem, hogy a felüljárók, illetve alagutak biztonsága miatt. Úgyhogy az előbb jöttünk egy pici szakaszt, amit most lezártak, és innen folytatódik, így kell fölmenni, hogy folytassuk az utunkat. Hát meg lejönni is, amit látszik. Nagyon kemény így a hegygyomrában. 15-20 fokkal minimum hidegebb van belül ezekben az alagutakban. Már most érzem. Látom a leeletemet, hogy az elejére bejöttünk. Kőkemény. Hú, de durva. Megtaláltuk az Erzsébet híd kicsinyített mását. Elég gyenge utánzat, de ettől függetlenül hasonlít. Feltételezvén, hogy nem az Erzsébet hídról kopintották, azért meg vagyunk elégedve vele. Konkrétan egy függőhíd. Tehát, hogyha jugrálunk rajta, ne jó, jó, elég, akkor itt látszik azt, hogy mozog ez az egész. Feltételezem, hogy nem. Hát a folyó egy icipicit, mint a ki lenne száradva, tehát én ezt meg szeretném mutatni. Hát ez még Csermelynek is gyenge. Na, arra már talán azt mondtam, hogy patak. Itt az egész, ez a folyó meder. Ezek a kövek. Még az a rész, ami jobban ki van vájva a víz által, még az sincsen föltöltve most vízzel. Tehát nagyon-nagyon kevés folyik le a hegyről. Hát majdnem azt mondhatnám, hogy száraz lábbal át lehetne menni. Tehát fölösleges is a kedves Erzsébet hídunk ide, de azért mi most átmegyünk rajta, mert nagyon jó feelingje van ennek az egésznek. Semmi nem tartja alulról, csak ez a két oldali, hát dupla drótkötél. Úgyhogy nagyon klassz egyébként az egész. Ja, egyébként azt megmutattam, hogy a sátrunk az már áll. Ott van. Kettő darab lakóautó is érkezett ide mellénk. Ez nem egy kemping, hanem vadkempingezünk. Ők ugyanúgy vadkempingeznek, ahogy mi, itt a hegyek között. Mivel többen vagyunk, így nyugodtabbak vagyunk, hogy nem fognak minket nagyon hát leszúrni érte a hatóságok. Állítólag itt nagyon sokat vadkempingeznek így turisták. Ez megszokott dolog. Hát itt lehetne bemenni a vízbe, amennyiben lenne víz. Most nem van. Átugorhatok? Hát a köveken lépjél inkább, azt javaslom. Ne ugrálj. Szevasztok! Na most a helyzet az, hogy letáboroztunk egy cirkusznál. Szerencsére tudok cirkuszul. Annyira ismerem a dörgést, hogy tudtam egy pár nevet. És ez belépő volt a cirkusz területére, úgyhogy ott éjszakázunk ma a cirkuszosokkal. Szerencsére tök ingyen, de hát ez ugye titkos, mert a recepción a terület tulajdonosai úgy értelmeztek engem,
hogy csak jöttünk beszélgetni a barátainkkal, de reggelig maradunk. A barátainkat meg ugyebár nem érdekli ez a dolog. Gemonában vagyunk, és most a Gerivel, aki, hát itt hol található, várja? Nem látom rendesen. Oké, ott található. Na, szóval a Gerivel megyünk befelé Gemona központjába. Nincs meg túl késő, mert olyan mennyi van, 6 óra körül, 7. Nem is tudom pontosan. Majd megnézem. Úgy gondoltuk, hogy keresünk egy boltot, és megnézzük ezt a kellemes kis várost, mert nagyon aranyos egyébként. Itt sikerült megjavítani a bringát is. Ugye megnézzük, mi újság oda benne. Hát, ha találunk valami jó dolgot. Rádó felé tartunk, Dalmanovában vagyunk, jó magyarosan, hátam mögött. Ezek az effektek, nyugodtan megnézhetjük, egy színpad készül, halvány fogalmunk sincs, hogy ki fog itt föllépni, de akkora készülődés van, olyan hangtechnikával, akkora színpaddal és olyan biztonsági személyzettel, hogy ilyet még életemben nem láttam. Nagyon nagy kaland ígérkezik, mi nem fogjuk tudni megvárni már, megyünk Rádó felé a tengerre, de benéztünk és csodálatos a környék. Július 8-a vasárnap, kezdődik a nap Grádóban, a tengerparton. Hát életemben nem ébredtem még a tengerparton, így nézünk ki most jelen pillanatban.
Itt vagyunk a pokróccal, már félig meddig összepakolva persze. Ott pedig a tenger. Voltak mellettünk még. Ciao. Cseh kamarádi. Ja, ja. Cseszki kamarádi. Cseszki kamarádi. Kamarádi? Kamarádi. Ó, promiňte. Kicsit már elfelejtettem csehül. Az a lényeg, gyerekek, hogy itt vagyunk, és arra felé pedig a nyílt tengert láthatjátok. Na, ha megtanulok beszélni, akkor esetleg majd ezt el tudom egyszer mondani rendesen. Nem baj, ez a lényeg, hogy ott van. Az előbb még nagy hajókat is láttunk. Borzasztó jól néz ki. Hát itt ébredni csodálatos. És hát reggel 8 óra sincsen még, de az emberek már jönnek le a partra, és mindenki készülődik. Sorban jönnek hatalmas cuccokkal. Egész napra leköltöznek lényegében itt Grádóban. Nyílnak ki egymás után a napernyők. Hát fantasztikus. Mi pedig most elmegyünk szépen be a vízbe. Legalább 300 métert jöttünk el parttól, hogy elkezdődjenek itt a kisebb vizek, majdnem hogy pocsolják, és még el kell mennünk 400-500 métert, hogy maga a tenger elkezdődjön, tehát ennyire húzódott vissza. Úgyhogy a part innen, hát már alig látszik, annyit besétáltunk száraz lábbal. Innen kezdődnek az érdekességek. Itt van Mr. Gary. Az oroszlán ugrani készül. Tőlem mehet? Ez jó volt! Átjöttünk Szlovéniába! Egy icipicit kiszúrt velünk az időjárás. Ismét olyan szembeszélve, mint amilyen Szlovákiában volt 3 napon keresztül a legelején. Folyamatosan görcsölünk. Még nem mentünk el 30 km, de úgy érezzük magunkat, mint akik 100 km-en túl vannak. És persze hozzá a szlovén hegyek. Úgyhogy elég kemény gyerek. Most ez van. Azért megyünk.
Nos kérem, az ott a hátam mögött egy lejtő. A szar az benne, hogy mi ezt fölfelé csináltuk meg, tehát emelkedőként funkcionált. Hát most nem tudom pontosan kiszámolni, de úgy érzésre. Amikor egy-egyben nem jön föl a bringa, és tolni is alig lehet fölfelé, és mi jártunk már 23-24-es emelkedőkön. Mármint százalékban. Nem mondom, hogy nem kottyant meg, mert megkottyant, de nem estünk azért annyira kétségbe, hogy ne tudjunk följönni. Na most mondanék valami csúnyát, hogy ezen milyen szitúban jöttünk föl. Nagyon, nagyon, nagyon kemény volt. Hát a táj az önmagáért beszél, tehát lényegében itt kb. 50 méteren emelkedtünk, nem tudom, 100 métert, halvány fogalmam sincs, tehát én tényleg csak lenézek és megőrülök. Tehát nagyon, nagyon komoly a szituáció, tehát az, ami ott lebukkan a hátam mögött, na az, azon jöttünk. Azon jöttünk, és hát meg sem mertem mutatni menet közben, mert ha elengedem a bringát félkézzel, akkor landolunk ismét lent, és kezdhetjük előről az egészet. Miután összevakartuk a cuccunkat. Ilyen is van.